Zenekar a fellépést itt a péntek esti Korzó színpadán, és
megkért a Gerg, hogy valahogy oldjuk meg ezt a problémát. Hát mondom, hozok én egy zenekart, és akkor megoldjuk. És láttam másnap a plakáton kiírva viccesen, hogy Cserna Gábor és Népi zenekar, most ez eddig nem létezett. De mondom, ha már kiírta a Gerg, akkor ne okozzunk csalódást, mondjuk csinálunk egy Népi zenekart. Barátaimmal sok-sok napodalmat muzsikáltunk már együtt, de nem egy zenekarban játszunk. Mindenki másfelé keresi a kenyére valót a zenével, aztán így adhok összeállt a csapat. Tavaly még volt egy harmonikás barátunk pluszban, jó, most nem mert fölállni velünk a színpadra. Nagyon melege volt, úgyhogy ő most itt a közönség sorait erősíti. Hát népi zenekar, népi hangszerek, a régi lapodalmas muzsika felelevenítése a cél, ha már van erre idő és színpad. Úgyhogy, mint látható, nagy bőgő van basszusgitár helyett, aminek az érdekessége, hogy ez tambura bőgő, gondok vannak a nyakán, sokkal nehezebb rajta játszani, de sokkal nehezebb rajta játszani, viszont sokkal szebb a hangja. Nincs egyszerű dolgok a hangosító függnek, mert mellette pedig egy brácsál, szintén nagyon nehéz mikrofonokkal, ugye régen nem is létezett a mikrofon. Most már ugye van, de feladja a leckét egy-egy ilyen régi hangszernek a megfelelő kihangosítása, de azért veszik az akadályt a fiúk. Mellettem Őri Gábor barátom tamburázik, ő egyébként szólógitáron szokott játszani, és úgy fölkapta a tamburát szerdán este, és gyorsan összeraktuk ezt a mai műsort, már hogyha a népi zenekarban mégsem hozhatjuk szólógitárt, de azért a tamburával is megelégszünk, örülünk neki, hogy még egyáltalán van ember, aki ezeket a hangszereket meg tudja szólaltatni. Nem is beszélek tovább, majd egy kicsit később. Készültünk egyik nagy filmnek a nagy számával. Ez egy Kusturica film, a Macska jaj, biztos nagyon sokan látták. Ebben van az a keringő, amikor szegény öreg elhagyja az árnyék létet, úgyhogy földobja a bakancsot, előtte játszik egy szép keringőt, na most mi ezt eljátszunk önöknek. Hallgassák olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel videóhoz.
szépen! Készültem egy-két ráckevei, igazi régi ráckevei csárgással is. Ehhez a zenekárhoz talán ez a profil illik a legjobban. Akik esetleg ismerik, azért énekelhetik velünk. Látogatást egyenesen Görögországba, egy nagyon szép görög nóta következik.